Üdvözlök minden jelenlevőt, az ittenieket is, meg a közvetítést figyelőket is az interneten. Ez egy fotometria szakkör lesz, amit meg lett hirdetve. Ez körülbelül két éve, Bolincsá Jancsi, körülbelül két éve találtuk ki a Jancsival, hogy kellene egy fotometria szakkört indítani, vagy valamilyen olyan kört, ami azokat embereket gyűjti össze, akik fotometriával szeretnének foglalkozni, már foglalkoznak, vagy érdekli őket egyáltalán. És két éve még nem nagyon jött össze a dolog. Volt kezdeményezés, se időpontot nem sikerült rendesen egyeztetni, érdeklődők sem voltak még annyian. Ugye a tavalyi táborba terveztünk egy másik ilyen előzetes fotometriás workshopot, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Volt szó fotometriáról, több előadás is, de nem olyan workshop jelleggel. És most végre sikerült megcsinálni. Nagyon sokat köszönhetünk a Jakafi Tominak, aki ezt a szervező munkát, nagy lelkesedést magára vállalta, hogy összecsődíti az embereket egy szakkör erejéig, és akkor pár hete volt egy rövid megbeszélés arról, hogy mit szeretnénk a szakkörön csinálni, és akkor íme most első alkalommal megtarthatjuk ezt a fotometria szakkört. És a tervek közt azt szerepel, hogy az első két alkalom ilyen nagyobb szabású, hosszabb lélegzetű, ilyen előadásos, ismerkedéses, tanulásos session lesz, és utána viszont a szakkör az átalakul egy normál szakkörszerűvé, ami nem hétvégenként, hanem hétköznaponként lesz, mondjuk havonta egy alkalommal, vagy valami ilyesmi, ez még nincs teljesen kitalálva, és akkor már inkább a gyakorlati tudnivalók kerülnek majd napirendre. És ebben nem is húzom tovább a időt, mert így is eléggé csúszásban vagyunk. Most három előadónk lesz ma, Szilárd fogja kezdeni. A mai témák azok a nagyon alapvető fotometriához, nagyon képfeldolgozáshoz, képek kalibrációjához, műszertechnikához, ilyenhez fognak kötődni. Úgyhogy én hát is adom a szót a Szilárdnak. Köszönöm szépen. Nyugodtan lerakom. Kicsit nehéz dolgom volt, amikor próbáltam összeállítani a mai előadás tematikáját, mert nem lehetett tudni előre, hogy első alkalommal, hogy mennyire lesz heterogén a közönség, mennyire lesznek itt azok, akik már régóta foglalkoznak csillagászattal, esetleg csillagászati fényképezéssel, vagy hogy mennyire kvi utalt nyáron, ugye próbáltunk workshopot tartani a nagy nyári táboron, és ott bizony igen csak széles skálán mozgott az a közönség, akinek az előzetes ismeretei nagyon szórtak. Emiatt nagyon sokan be is sokaltak hamar az előadáson, amikor Kvi átment a 12 bites ADC konverzió tartományába. Most ennek megfelelően úgy gondolom, hogy tényleg a legelejéről kezdenénk, tehát abszolút műszertechnika, csillagászati képalkotás, képrögzítés, hasznos tudnivalók, amiben viszont nem szeretnék belemenni nagyon, mert ugye a későbbi előadásoknak tárgya lesz, az maga a fényképezés, képfeldolgozás, képalkotás, csak érintőlegesen fogom megemlíteni. Jó, tehát igazából viszonylag egyszerű dolgunk van. Négy alapvető csoportra lehet bontani azokat az eszközöket, amire szükségünk lesz. Ugye vannak a képalkotó eszközök, ez többnyire távcsöveket jelent. Ugye megjelenteken látom, hogy ők azért birtokolnak, használtak már ilyet. Itt rendkívül heterogén csoportról van szó, nagyon-nagyon sokfajta távcső, ugye így körülnézve az arcokon sokan ugye 80-as években kezdték, talán még korábban. Kicsit zavaró is ez a hatalmas nagy választék, ami mostanra kialakult a piacon, hogy gyakorlatilag szinte minden elérhető, és még nem csak elérhető, de a magyar piacon is előfordul, akár másodkézből is. Vannak ugye a képrögzítő eszközök, itt is óriási fejlődés volt a digitális technika előre törésével, abszolút megfizethető árban most már azokra a gépekre van lehetősége, hát azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek, hogy elérje, melyekkel a fotometriát művelheti.
A mechanikákról is fogok néhány szót szólni. Ugye fotometriáról lévén szó, kicsit magasabbak lesznek az igények, elvárások, mint amikor a vizuális észlelést erőltettük, próbálkozunk, észlelünk. Itt azért más elvárások vannak ahhoz, hogy tudjuk ezt a szép hobbit űzni. És hát rengeteg segédeszköz kerül szóba, melyeknek a legtöbbje megegyezik abszolút azzal, amit az asztrofotósok használnak. Tehát itt tulajdonképpen, aki asztrofotózik, annak igazából sok újat nem fog tudni mondani. Ők valószínűleg jól használják a távcsövet, néhány dologra kevésbé kell figyelniük, néhány dologra jobban kell figyelniük, mint amikor esztétikai céllal készítenek asztrofotókat. Alapvetően így kicsit szubjektíven a négy felé próbáltam bontani, hogy ezt lehet, hogyha igazán ingyencek vannak, még sokkal tovább bontani, hogy milyen optikai eszközöket használunk fotometriai célokra. Legegyszerűbb, legtriviálisabb, és az Avsónak volt a projektje, Epsilon Aur volt, ők bíztattak azzal, hogy akár teleobjektívvel, akár állókamerával próbálkozzunk minél pontosabb adatokat létrehozni és kimérni ezt a nagyon ritka jelenséget. A teleobjektíveknek ugye megvannak a maga előnyei, de ebben majd a következő sessionbe megyünk bele. A lényeg az mindig, hogy a képalkotása a legfontosabb feladat. Nekünk a legfontosabb paraméter a sok-sok optikai jellemző közül az a fénygyűjtő képesség, ami alapvetően az átmérőtől függ. Kicsit, hogyha cizelálni akarnánk a dolgot, akkor mondhatjuk ugye azt, hogy a fókusz is számít, hiszen a felbontó képesség, leképzett látómező mérete egyáltalán nem mindegy fotometria során. Viszont, amivel nem kell annyira vesződnünk, félnünk és szoronganunk, az például a központi kitakarás kérdése, sokkal inkább megengedhetők lehetünk egy fotometriai céllal használt távcső esetében, mint mondjuk aki bolygózik, és fontos, hogy a legapróbb kontrasztokat is kihozza. Ugyanezt tudnám mondani gyakorlatilag a fényerő kérdésében is, mivel hogy nem kiterjedt objektumokról próbálunk képet csinálni, tehát nem az a célunk mondjuk, hogy kiterjedt ködölt galaxist próbáljunk leképezni. Tulajdonképpen a fényerő kérdés az mindegy. Igazából olyan szempontból van jelentőség egyedül, hogy a távcső tubus hosszán határozza meg, illetve hát áttételesen a fókuszt határozza meg. Tehát mondjuk azt, hogy praktikus szempontok alapján mégsem teljesen mindegy, de hogyha valaki fotometriai célra akar használni távcsövet, akkor nem kell, hogy ezzel különösebben foglalkozzon. A legtöbb távcső alkalmas fotometriai munkára. Igazából azt tudnám mondani, hogy legtöbbször csak azt határozza meg ezen a skálán az adott távcső, hogy éppen mennyire kényelmes a munka. Alig-alig van olyan eszköz, amit mondjuk ne tudnánk erre használni. Például a naptávcsöveket nem javaslom senkinek fotometriai célok alkalmazására. Mint ahogy mondtam, gyakorlatilag a távcsövek megegyeznek azzal vagy optikák távcsövek felszerelés nagyjából megegyezik azzal, amit asztrofotók készítéshez használunk. Tehát a mélyég fotózáshoz használt évek, évtizedek során optimalizált távcsövek teljesítenek a legjobban. Tehát mind a képmezőnek a korrigáltságára, leképzett terület nagyságára és egyéb optikai hibák tekintetében ugye ott az esztétikai szempontok miatt nagyon sok olyan tényezőre figyelembe kell lennünk, ami minket nem biztos, hogy annyira kell, hogy érdekeljen, bár itt is igaz, hogy álmi általában szép, az jó is, tehát egy jó fotóról könnyebb dolgozni, mint egy rossz, mondjuk kómás szélű fotóról. Ami nagyon fontos, hogy úgy választunk műszert, hogyha tehetjük, hogy műszert választunk,
vagy megfordíthatjuk, úgy válasszunk programot, hogyha műszerünk adott, hogy gyakran kivihessük, tehát mondjuk nekem az EQ6-osomat kivinni a 20-as vagy 19-es távcsövemmel, hát nem egy nagy élmény, de mondjuk én kellően elszánt vagyok, aki viszont nem annyira az, annak teljesen jó, vagy nem tudja esetleg megtenni azt, hogy közelben kimegy észlelő helyet választva sokkal kisebb mechanikákat is nyugodtan válasszon. Jó, alapvetően ugye beszéltem a teleobjektívekről, hogy elindulásra teljesen jó, lencsés távcsövek, tükrös távcsövek, katodioptikus rendszerek. Teleobjektívekről szólnék néhány szót. Tényleg azt lehet mondani, hogy árban és minőségben óriási különbségek vannak, ami a jó hír, hogy nekünk ami alkalmas, az igen elérhető áron már létezik. Én például egy Pentacon 28.135-ös régi kelet-német optikát használok Canon gépen egy adapterrel. Gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy ideális a célra. Néhány megszorítással, amit majd a hátrányok, problémák körében fejtenék ki. Azt lehet mondani, hogy 300 mm fókusz fölött azért általában jobb választás egy csillagászati célra gyártott optika, tekintve, hogy lényegesen jobb minőséget fog, képminőséget fog szolgáltatni. Fix és zoom teleobjektívek egyaránt használhatók, erről Fidusz tudna sokat beszélni, ugye aki a 75-300-as Canon objektívével elég komoly és szép munkát végez. Már azért azt el kell mondani, hogy egy fix teleobjektívnek a képe az általában sokkal jobb minőségű szokott lenni. Ami egyszer előnyes hátrány, hogy nagy égterületet képeznek le, ugye a rövid fókusz miatt, és ami mondjuk előnyként lehet mindenféleképpen említeni, hogy nincsenek komoly elvárások a mechanika tekintetében, annyira pici és könnyű rövid fókuszról van szó, hogy a leginkább enged nekünk teret, hogy hibázzunk vezetésben például. Mint mondtam, én próbálgattam, illetve hát láttam néhány képet Fidusz anyagából is, illetve a neten is, amit teleobjektívvel készített nyers képet természetesen. Azért azt meg lehet figyelni, hogy az optikai tengelytől távolodva eléggé jelentős aberrációk lépnek föl, kómahiba, teljesen üstökösszerűek lesznek a csillagok a szélén. Gyakori az, hogyha ugye nem ED objektívünk van, akkor a kromatikus aberráció a szélén főleg egyre erősebbé válik. Ezek mind ugye a kimérésnél nincsenek segítségünkre. Szintén jelentős probléma a vinyettáció, magyarul, hogy nem egyenletesen megvilágított a látómező. Ez tulajdonképpen minden optika esetén igaz, a teleobjektívek esetén azt mondanám, hogy fokozottan igaz. És ugye ez a vinyettáció ellentétben az asztrofotosokkal, akik gyakorlatilag esztétikai céllal készítenek fotót, és sok lehetőségük van arra, hogy mondjuk ilyen hamis LED képekkel, meg mindenféle Photoshop trükkökkel ezeket a hibákat szüntessék, csökkentsék. Nálunk ez egész egyszerűen tönkre teszi a képet, nem tudjuk mérési célokra használni. Még egy fontos dolog, amit meg kell említenem, hogy ezek általában rövid fókusz miatt akkora területet képeznek le, hogy ezen a nagy felületen már nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a levegő igenis a légkör elnyeri a fényt. Tehát önmagában ez okoz majd különbséget. Hibát a fény mérésekor. Nagyon fontos, hogy tudtában azzal, hogy rövid a fókuszunk, kicsi a felbontásunk, olyan csillagokat válasszunk, ahol például nem fogunk két csillagot egyként mérni, lesz elegendő felbontásunk.
amivel találkoztam még a gyakorlatban néhány objektívet megvizsgál, főleg a régebbieknél, hogy nem mindegyik állítható rendesen végtelenre. Ezt ellenőrizzük, hogyha ilyen beszerzésen gondolkodunk, hogy nehogy utólag szembesüljünk ezzel a problémával. És ami a használat során jelentkezik, mint általában a lencséknél, az a párásodás, ez ellen valamilyen módon érdemes védekezni. A hajszárító, de én sokkal jobbnak tartom a fűthető, most már egészen elérhető áron, de egyébként egy kis barkácsolás tudással, fűtőszállal, ellenállással mindenki gyárthat magának egy kis tépőzárral fölhelyezhető fűtőt, és nagyon szépen lehet ezáltal csökkenteni. Hogy figyelni kell a komolyan az észlelés során, mert pikpak meg tud jelenni a pára, és tönkre tudja tenni a felvételeinket. Jó, ez itt azt gondolom, hogy megjelenteknek nem fog különösebben sok újdonságot tartalmazni, alapvetően a lencsés távcsövek következnének. Itt a gyakorlatban két fajta objektív típus az, ami a gyakorlatban most már előfordul. Ez részben az akromatikus, másrészt az apokromatikus rendszerek. Az akromatikus rendszereknél a korona és flintüveg kombinációja biztosítja azt, hogy a refrakció során a különböző hullámhosszú fények ugye különböző fókuszpontokban egyesülnek. A két tag, optikai tag egymás ellen dolgozva valamelyest korrigálja ezt a hatást, ugye attól függően, hogy milyen fényerőt használunk. F10-től fölfelé egyre kisebb, egyre kevésbé jelentős az, hogy a fókuszpont eltolódik a különböző színekben egymáshoz, ami ugye úgy jelenik meg a képen, hogy kis színes gyűrűk, foltok, kék, illetve vörösben pompázik az egész. Az apokromatikus rendszereknél egy nagy előrelépés van. Itt gyakorlatilag az apokromatikus rendszer definíció szerint azt tudja, hogy három hullámhosszon mérve gyakorlatilag a fókusz az megegyezik. Ezáltal pedig nagyon-nagyon jó képminőséget, kontrasztot, közelszíni hibamentes leképzést biztosít. Általában a gyakorlatban ezeket a szemiapó és apó távcsöveket használjuk, ugye Magyarországon nagyon elterjedtek a 80x600-as, talán a legjellemzőbb típusok, de nagyon sok egyéb szemiapó vagy teljesen apó kromatikus távcsövek. Ezek jellemzően F6, F7,5 fényerővel rendelkeznek. Majd egy kicsit ebben mindjárt belemegyünk a fényerő kérdésébe. Mint mondtam, kiváló képminőség, ez egy nagyon nagy előny, rendkívül stabil mechanikai kivitel jellemzi őket, nagyon kompakt méretű, tehát rövid a tubus általában az átmérőhöz képest. Ez a stabil mechanikai kivitel, ez gyakorlatilag nagyon kevés olyan pontja van, ami a mi esetünkben problémát okozhat. Tipikusan egy ilyen tudnék mondani, ez a kihúzat, ami hogyha nem megfelelően méretezett, nem megfelelően elkészített, megcsúszásra hajlamos lehet, amikor a fényképezőgép ott lóg a végén. Tulajdonképpen más nem is érdemes figyelni, a tubus vastagsága az átmérőhöz képest jellemzően elég nagy, tehát hogyha bármit ráakasztunk rá, keresőtávcsövet, vezetőtávcsövet, nem szokott problémát okozni. Nagy előnye, hogy azonnal bevethető, tehát nem szükséges megvárnunk azt, ameddig a hőmérséklete kiegyenlítődik a kinti hőmérséklettel. Magyarul, amikor kevés időnk van, nem tudunk egy-egy éjszakát végig észlelni, hanem mondjuk van két óránk kiszaladni, akkor a hosszú kalibráció, a mechanika beáll, azon kívül sok felesleges holt időnk nem lesz. Jellemzően hosszú élettartama van, pont az árt tubus miatt, hogyha vigyázzuk, nem karcoljuk, nem próbáljuk meg letörölni róla a port, és vizuális és fotografikus területeken, más területeken is nagyon-nagyon jól teljesített ezeket. Univerzális távcső nem létezik, de azért nagyon közel állnak hozzá.
Ami nagy előny még szintén, hogy kompakt méretűek, emiatt a kisebb mechanikák szintén alkalmasak lehetnek ahhoz, hogy fotometriai célra használható képeket készítsünk vele. Ami hátránya ugye számunkra az az, hogy az átmérőhöz képest, tehát a fénygyűjtő képességhez képest magas az ára. Azonos áron mondjuk egy Newton dávcső az sokkal nagyobb fénygyűjtő képességet, ennek megfelelően sokkal nagyobb határmagnitudot biztosít. Az optikai tengelytől távolodva itt is torzul a kép. Ez képsík korrektor használatával kiküszöbölhető. Ezek nagyon gyakran úgy vannak megoldva, hogy a fókusz is csökkentik, bár van rá példa, hogy éppen ellenkezőleg növelik. Ezáltal ugye meg tudjuk növelni a látómezőt is. Amiről már szó volt, jellemző probléma az a párásodás, megfelelő méretű, megfelelően jól méretezett harmadcsapkával, illetve objektív fűtés használatával ez nagyon-nagyon szépen kezelhető, vagy van a C-verzió, amit Fidus mondott, a hajszállítós módszer, én ennek nem vagyok híve, ez egy végső megoldás. Szerintem a következő leggyakrabban előforduló távcső, ami amatőr berkekben megtalálható, azok a Newton távcsövek, ugye ezek nagyon-nagyon régóta szolgálják az amatőröket Magyarországon, és itt, ahogy említettem, a 70-es, 80-as évek, vagy még korábban gyakorlatilag az ember megfelelő teljesítményű távcsövet szeretett volna, nagyon más elérhető lehetősége nem volt. Készített magának egy általában F per 10 körüli Newton távcsövet, jó esetben maga csiszolta hozzá a tükröt is. Maga a távcsőnek a felépítése az rendkívül egyszerű, egy jó esetben paraboloid főtükör van benne egy segédtükör, amelyik többé-kevésbé 45 fokban szokott állni, ez vetíti ki a tubusból a képet, és ugye az okulár kihúzatban egyesül képpé, oda fogjuk majd a fényképezőgépünket beledugni. Mint mondtam, a legnagyobb előnye ennek, hogy rendkívül kedvező árérték arányt képviselnek, használtan, de akár újonnan is igen baráti áron megszerezhetőek. Manapság már fényerős kivitelben F per 4, F per 5, tehát rövid tubussal is óriási a választék, 150 per 750, 200 per 1000, vagy az új sláger, ezek a 200 per 800-nak, asztrográfoknak nevezett igazából Newton távcsövek. További előny, a nyitott tubus gyorsan áthűl, amit mondjuk egy ventilátor alkalmazásával, amit észlelés előtt használunk, lefújjuk róla a határrétegről a meleg levegőt, akkor a képminőséget javítani tudjuk. Ez mindenféleképpen egy előnye. Ugyanakkor olyan szempontból viszont hátrányt jelent, hogy a távcső koszolódása gyakorlatilag elkerülhetetlen. Tehát időnként azt a tükröt majd tisztítanunk kell, netán alumíniumozni kell, a porosodásra ki van téve, vagy porosodásnak ki van téve. Párásodásra kevésbé hajlamos, hiszen a végében van gyakorlatilag egy hatalmas harmadcsapkája van neki, és az átmérőhöz képest, mivel a főtükrön kívül nagyobb optika vagy nagyobb súly nincsen, igen kedvező súlytársul. Ez manapság megspékelve azzal, hogy karbontubusokat, szénszálból készült tubusokat használnak. Ez még inkább súlyt csökkent, és van egy olyan járulékos előnye, hogy az éjszaka során a hőmérséklet ingadozásból következő fókuszeltolódásoknak is elejét veszi a dolog. Magyarul nem kell fókuszt állítgatni, hogyha jól beállítottuk. Hátrányok, gyakori problémák, ez a gyakori justírozási igény, ez mondjuk nagyban függ az attól, hogy mechanikailag hogy van kialakítva, de azt lehet mondani, hogy minden észlelés előtt célszerű bejusztírozni optikai elemeket, szépen beállítani a helyükre tengelyben. Igen jellemző probléma, én ilyen F5-ös rendszereket nézegettem, amik elérhetők, Skywatchernek a mondjuk 150x750-esét,
200 per 1000-es, tehát elég jelentős a vinyertáció, tehát a kép közepe az fényes, körülöttem még egy kisebb szenzornál is viszonylag hamar észre lehet venni, hogy rohamosan sötétedik a széle. További hibája az, hogy az optikai tengelytől távolodva gyakorlatilag kúmásodnak a csillagok, kint a szélén egy fényerős rendszernél, ilyen F5 körül már egészen üstökösszerű csillagokat kapunk, és mechanikai stabilitásra érzékeny. Egy példát mondok, 200x800-as távcsövem van otthon, annak például, ameddig vizuálisan használtam, azt gondoltam, hogy szinte tökéletes, tök jó, föltettem rá a kamerát, és azt láttam, hogy egyszer csak ilyen 45 fok alatti szögekben olyan furcsán deformálódnak a csillagok. Sokat gondolkodtam rajta, hogy mi lehet, aztán kiderült, hogy mi volt. A segédtükör tartónak a lábai sajnos pilickák voltak, egész egyszerűen a jelentős súly alatt, amit a segédtükörnek a súlya képvisel, torzult. A kép elmozdult, és gyakorlatilag látszott, hogy ilyen kis ellipszisekké váltak a csillagok. A következő nagy csoport, ez a katadioptrikus rendszerek, itt ugye lencséket és, vagy lencseszerű elemeket és tükröket vegyesen használunk a kép előállítása során. Ennek általában a legfontosabb oka az, hogy ezek a lencsék, úgynevezett korrekciós lencsék, vagy lemezek a kómahibát rendkívüli jó módon csökkentik, és ez nekünk nagyon hasznos. Majd látni fogjuk, hogy miért. Tőlünk nyugatabbra, illetve most már nálunk is előfordul, tőlünk nyugatabbra a legjellemzőbb katadioptrikus rendszer, a Schmidt-Cassegrain rendszer. Itt van egy negyedrendű felület, ez a korrekciós lemez javítja a leképzést, és csökkenti a kómahibát. Maga a főtükör az egy rendkívül fényerős tükör. Gyakorlatilag, hogy visszalépünk az előző képre, itt a segédtükör biztosít egy fókusznyújtást, gyakorlatilag egy domború segédtükör. Effektív fókusz olyan, vagy effektív fényerő az olyan F10 körüli, tehát az eredő fényerő, ami gyakorlatilag reduktorok használatával, ugye itt a kinti C11-esen is, hogyha jól emlékszem, egy F63-as reduktor van, egész jól használhatóvá teszi csillagászati. 3-3-as. Itt 3-3-as van? Bocsánatot kérek, 3-3-as, igen, létezik 3-3-as is, így van, de akár ugye egészen extrém dolgokat is lehet művelni, mivel itt a tükrök tényleg nagyon fényerősek, akár F2-es is van, megcsinálják sokan azt az eretnekséget, nem DSLR-rel, hanem nyilván CCD kamerával, hogy magába a fókuszba tesznek kamerát, tehát nem kell a tubusból kihozni a fényt, és itt a F2-es fényerő is elérhető. Hátránya az, hogy zárt rendszer, tehát le van zárva a tubus, viszonylag lassan hűl ki. Erre is vannak trükkök, tárolás, ventilátor, szigorúan szűrt levegővel, amivel lehet ezt a folyamatot katalizálni, hogy gyorsabban hűljön le. Igazából, amit említettem már, a hosszú effektív fókusz, általában jelentős központi kitakarás, tehát a segédtükör nagy méretű a főtükörhöz képest, de esetünkben ez sok problémát nem okoz. Magyarországon viszonylag kevés van belőle, bár mostanában azért kezd feltűnni itt-ott, nagyobb számban, és azért azt tudni kell, hogy jelentősen magasabb az ára hasonló átmérőjű Newton távcsövekkel, vagy hasonló teljesítmény Newton távcsövekhez képest. Valamint tudni kell, hogy júztírozásra igen érzékenyek, tehát nem egy távcső került eladósorba amiatt, mert a tulajdonos nem tudott megfelelően júztírozni, és megunta ezt a játékot. Ez nem a távcső hibája. Gyakorlati szempontból katadioptrikus rendszerek közül kiemelném a Maxudov Newton rendszert.
ez nagyon-nagyon hasonlít a Newton távcsőhöz így első ránézésre. Van köztük sok hasonlóság is, de egészen más karakterisztikájú eszközről van szó. Így gyakorlatilag a meniszkusz, a korrekciós lemez, illetve a főtükör is gömb. Ezek nagyon jól tesztelhetőek az előállítás során, nagyon pontosan munkálhatóak meg. Emiatt igen könnyen lehet prémium minőségű távcsövet készíteni. Ami az egyik nagy előnye, a másik nagy előnye, hogy a korrekciós lemez gyakorlatilag a mi szempontunkból kómamentes leképzést biztosít. Valójában nem kómamentes nyilvánvalóan, de a mi szempontunkból mondhatjuk azt, hogy nekünk ezzel nem kell többet foglalkoznunk, tehát nem kell újabb optikai elemeket, korrektort betolni a fényúdba. Abszolút színhibamentes leképzés biztosít, teljesen refraktorszerű a kép, ugye a korrekciós lemezre van erősítve a segédtükör, emiatt nincsenek tartólábak, a difrakciós tüskék eltűnnek. Szerintem nem is lehet megmondani, vagy nagyon-nagyon avatott szem kell hozzá, hogy észrevegye, hogy refraktorban néze, vagy nem. Illetve hát, hogy attól függ még, hogy mekkora a segédtükör kitakarása. Ebben egyébként elég nagy eltérés van. Például, amit én használok, van egy 190/1000-es Max Utov Newtonom. Ennél kifejezetten nagy az átmérőhöz képest, hiszem 26% a kitakarása. Tehát viszonylag nagy, de vannak olyan társok, az Intesnek vannak ilyen eszközei, ahol kifejezetten arra optimalizálták a távcsövet, nem asztrofotózásra, hanem kifejezetten a pici kitakarásra, minél kontrasztosabb képre, ami egészen pici, ilyen 10%-os kitakarást jelent. Ezek egyébként asztrofotó célokra annyira nem jó hírek, tehát én inkább javasolom, tehát kössük meg azt a kompromisszumot, kicsit nagyobb legyen ez a segédtükör, kisebb a vignettáció. És az átubus az tényleg hosszabb élettartamot biztosít, egy ilyen távcső tényleg mondhatjuk azt, hogy majdnem örök életű. Hátrányai is vannak, ezek nem olcsó eszközök, általában másodpiacon viszonylag nehezen érhetőek el, nem nagyon szokták eladni a gazdáik, ha megszeretik és tudják, hogy mit vettek. Rendkívül lassan hűl le, itt ugye sok tényező befolyásolja, mondjuk kifejezetten hátrányos lehet egy karbontubus, a rossz hővezető képessége szempontjából, egy alumínium tubus viszont nagyon-nagyon jól vezeti a hőt. A meniszkusz lencse párásodásra hajlamos, egyébként ez a párásodásra való hajlamosság, ez az előbb említett Schmidt-Cassegrain rendszereknél is kifejezetten megvan, ezt vagy harmadcsapka alkalmazásával, most már nagyon klassz ilyen tépőzáras, utólag oda rögzíthető harmadcsapkákat lehet kapni, lehet csökkenteni, vagy pedig fűthetjük őt is. Ami még hátrány, hogy a korrekciós lemez az elég nagy súlyt képvisel, főleg nagyobb átmérőknél, így van az egész távcső nehezebb lesz, tehát egy komolyabb mechanika való alá. Schmidt-Cassegrainhez képest súlyban van különbség? Szerintem nagy különbség nincsen. Tehát igazából így egy kategóriában vannak. Annyi, hogy a tubus hosszabb, annak az anyaga az nincs nyújtva a fókusz, az plusz súly talán. Kicsit előrébb megyek az ábrára. Fotometria és asztrofotó szempontból még talán két rendszert mutatnék be, sok egyéb közül, ami számításban jön, illetve használják akár Magyarországon is. Ez a Ritchie Chrétien távcső. Itt gyakorlatilag egy hiperbolikus segédtükör és egy hiperbolikus főtükör van beépítve. Ez van benne? Ezekben nincsen korrekciós lemez, és ez egy nagyon-nagyon jó korrekció, célkorrekciót biztosít, tehát asztrofotós célra nagyon
nagyon-nagyon alkalmasak. Egy hátrányuk van talán, hogy inkább hosszabb fókuszokat, tehát F8 eredő fókuszokba kaphatóak megfizethető áron. Egyébként elkezdték most a kínaiakhez is hozogatni. Ha valaki ilyet szeretne, meg tudja venni. Tehát olyan 20 centi körül, ha jól emlékszem, 400.000 forint nagyságrendben vannak újonnan. De Magyarországon nagyon-nagyon kevés. Miért elterjedtebb a Schmidt-kasszegrén? Hát ez egy jó kérdés, hogy miért elterjedtebb. Ez egy nagyon jó kérdés. Hiperbolikus fültükröt és hiperbolikus segédtükröt, ahogy tudom, nem annyira egyszerű gyártani. Viszont úgy tudom, hogy épp a korrekciós lencsének a gyártási folyamata vagy gyártási technológiája az viszonylag a Schmidt-Kasszegrén tárcsónél egyszerű. Tehát pont emiatt lehet, hogy inkább az használják, de ebbe, ha butaságot beszéltem, elnézést kérnék, nem készültem bőle nagyon. Még a Schmidt-Newton rendszer, ahogy gyakorlatilag hasonlóan a Maksudov-Newton rendszerhez, annyi a különbség, hogy a korrekciós lemez benne nem egy gömbtükör, hanem ez a negyedrendű felület. Gyakorlatilag mindent elmondtam ezek közül, kiemelkedő szélkorrekció gyakorlatilag színhibaricsikretjénél nem létezik, ugye csak tükröket tartalmaz, viszonylag magas ár. Schmidt-Newtonról is gyakorlatilag érintve elmondtam minden fontosat. Következő fontos terület, ami nélkülözhetetlen a képalkotáshoz, az a megfelelő mechanika. Szélsőséges adva, hogy beszéltük az elején a teleobjektívek kapcsán, egy állókamera is megteszi, tehát első lépéseket, próbálkozásokat rövid fókusszal meg lehet tenni. Nem tudom, Fidusz, neked van gyakorlatod, vagy te próbáltad, hogy milyen tapasztalataid volt, nekem személyesen Az volt a tapasztalatom, hogy az alapobjektíve való fotózás, tehát egy 55 mm fókuszig, ott mondjuk szabadszemes fényes csillagokra alkalmas, de azt tapasztaltam, hogy ott tényleg a fókusz viszonylag rövid, és ott a csillagok sűrűségemet be tud zavarni. Aha. Tehát ezért én szerencsés voltam, mert úgy vettem a gépet, hogy egy 70-300-as zoom objektív is volt, és hát eleinte 75 mm fókusszal kezdtem fotózni, mert a 300 mm szerintem nem bírtam élesre állítani. Aha. Tehát ugye amikor már hogy városból észlel az ember, azért nem nagyon látja a halványságot, mert először azt hittem, hogy rossz az objektív, vagy nem tudom, tehát sokáig csak 75 mm is fókusszal fotóztam, úgy 5 másodpercet lehet nagyjából ezt kérdezni, 5 másodpercet lehet 75 mm is fókusszal. Aha. Aztán később rájöttem, hogy azért a 300 mm az mégiscsak nagyobb átmérőt ad, ugye ugyanannál a zoom objektívnél. Viszont ott már gondolom, hogy ott már csak olyan 2 másodperceket Aha. lehet, és akkor az volt, hogy ilyen 12-14-16-szor 2 másodpercet csináltam, és akkor írisszel összeadogattam képeket. Tehát, igen. 75 mm fókusz környékén, ott, hogyha mondjuk 8-10 képet összead az ember, akkor már egy ilyen 10-11 magnív lehet lemenni, hogyha 300 mm fókuszt használ, ugyanabban a zoom objektívnél, ugye csak 2 másodpercet, most expókat csinálok, ott, bocsánat, 11,5-12 magnit, tehát hogyha 10-12 képet csinálok, majd 11,5-12 magnit le tudtam menni, 300 mm fókusszal, melyen 12-13 magnit között volt már, úgyhogy 10-15 képet adtam. Akkor nem is húzzám ennyire az állókamerás felvételeket, tehát lehet felpróbálkozni bátran. Itt tényleg gyakorlatilag egy megfelelő állvány kell hozzá összesen. Azért általában ezen túl szoktunk lépni, ez által meghozza a kedvet a további elmélyett munkához. Itt viszont mindenféleképpen lesz szükségünk egy paralaktikus vagy ekvatóriális mechanikához, vagy mechanikára.
Ugye ez a fajta mechanikai kialakítás biztosítja azt, hogy a Föld forgás tengelyével párhuzamosan tudjunk mozogni, magyarul egy tengelyen tudjuk követni az objektumot, anélkül, hogy a látómező forogna. Bocsánat, egy pici kitérőt tennék még a Fidusznak a mondandójához, hogy én próbálkoztam azimutális gótumechanikával, lehet kapni ugye ezeket a egykarú szerkezeteket, és még ezek is használhatóak. Egy fontos dolog van, hogy ugye ők tényleg követik nagyon szépen, működik a gótu funkciójuk nagyon szépen, egy dolog, hogy forog a látómező. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk én a 135-ös telével, ugye amilyen körülbelül 200-asnak felel meg digitális vázon, azért olyan 12 másodperceket zenéttől távol tudtam exponálni. Tehát, hogyha esetleg valakinek ilyenje van, akkor próbálkozhat vele, nem biztos, hogy... Lehet kapni egy olyan látómező gyarotátort. Igen, csak abban már az egész tárcső értéke annyit emelkedik, hogy... Így van, akkor az már többet fog érni, mint maga az ázai gótú mechanika. Egy kultus sima mechanikát elektra motorral csak ilyen 80-100 már lehet venni. Abszolút. Igen, de a használt piacon igen, abszolút ilyen. A gótó az, ami drágává teszi. A gótó van olyan 100 környékén szokott lenni ilyen elkultös használtan nagyságrendileg. Használtan. Elég gyakran egyébként föltűnnek a magyar használt oldalakon, most nem csinálnék egyiknek se reklámot. Abszolút elérhető áron lehet ilyet kapni. Egyébként a gótu funkció az nem valami kötelező, viszont nagyon felgyorsítja, kényelmessé teszi az észlelést, tehát nem létszükséglet, ugyanakkor nagyon, nagyon kellemes. Sokat beszéltünk, megbüntettek minket. Jó. Kicsit vissza ide. Ha nem fix felállítású távcsövünk van, ami ugye egy nagy ajándék, hogyha valaki ilyennel rendelkezik, nagyon sok szempontból, akkor a pólustaállás lesz az egyik első teendőnk, amikor kicipeltük a távcsövet. Érdemes, hogyha földre tesszük, kicsit ázott talajon, főleg ami most van, megnyomkodni a tripodunkat, mert kellemetlen meglepetésekbe lehet részünk, ahogy az éjszaka során süllyed egyre jobban lefelé, és mászik el egyre jobban a pólustól a távcsövünk, annak ellenére, hogy mi az elején megküzdöttünk vele és beállítottuk. Általában ugye pólustávcsövet használunk, amit itt szoktak ebbe a rektaszenziós tengelyben elhelyezni. Sok más megoldása létezik, ez a német szerelés a mechanikáknak, villásszerelésben, tehát tényleg nagyon sokfajta megoldás van ennek. A fontos az, hogy gyakorlatilag egyetlen tengely körül tudjuk az óraszög elfordulását kompenzálni. Ami számunkra fontos, úgy fotometriai fotózásnál, úgy esztetikai céllal készült képeknél, azt hiszem, hogy egy rezgésmentes, stabil valami legyen, nagyon csúnya dolgokat tud végezni, egy szél, a rezgések, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tönkre tudják tenni a képet. Általában a mechanika az, amivel nem érdemes spórolni se vizuális észleléskor, se fotografikus észleléskor, inkább a mechanika legyen az, amit túlméretezünk egy picit, meg fogja hálálni ezt a dolgot. Ugye beszéltük, az óragép használata szinte elengedhetetlen, de ez sem követelmény. Ha valaki annyira elszánt, hogy kézzel tud vezetni, miközben exponál, akkor régen ez teljesen általános volt, annyi, hogy lassítja a munkát, meg sokkal jobban igénybe veszi az észlelőt, de ez sem egy olyan dolog, ami abszolút meghiúsítja a munkát. A gótúról már volt szó. Ami nagyon fontos, hogy ezek a távcsövek, a nem fix felállításúak, nem tudunk 100%-osan pontosan pólusra állni, nem mindig teljesen pontos a beállítás, tehát érdemes azért megnézni, hogy amikor beállítodunk egy objektumot, akkor sikerült-e valóban középre hozni.
hogyha valaki autoguidert használ, tehát olyan autoguidert, amelyeken van bolygatás funkció, akkor nagyon szerencsés. Sokkal jobb minőségű képeket tud csinálni. Ugyanakkor nyáron beszélgettünk Kvivel és Gazsival, hogy nekik az a problémájuk, hogy annyira pontosan vezeti ugye a HET projekt, kis vagy exoplanet kutatásnál, hogy mondjuk 1-2 ezred magnitudot próbálnak kimutatni, annyira pontosan vezet a rendszerük, hogy egyetlen pixelre tud esni egy csillagképe, ami ugye nagyon nagy baj, mert egyetlen pixelnek a hibáját nem tudjuk sehogy kompenzálni, nem tudunk róla semmit, ez egy óriási hiba lehetőség. Tehát azért írtam be, hogyha esetleg valakinek van autoguidere, vagy... Abszolút, tehát az tényleg oda ragasztja, hogyha egy jó. És azt tegyük hozzá, hogy a Gazsi azt mondta, hogy külön szoftvert kellett arra írni, hogy elrontsák ezt a nagyon pontos vezetést, és ebből hosszú cikket is írtak. Így van. Ez az elrontást csinálja egyébként a bolygatás funkció, ugye vannak ezek az MGEN autoguiderek, standalone guiderek, ezek pont ezt csinálják meg, hogy néhány pixellel minden expozíció előtt egy picit mozdítanak a képen, és így módon nem vagyunk kiszolgáltatva annak, hogy a érzékelőnk ugye nem homogén. Expozíció vezérlés szintén nem előfeltétel, tehát hogy be tudjuk állítani, hogy hány darab képet akarunk csinálni, mekkora késleltetéssel, ugyanakkor nagy könnyebbséget jelenthet, részben azért nem kell hozzányúlnunk a távcsőhöz, hiba lehetőséget kiszűrünk vele, részben pedig kényelmes, másrészt ugye mondjuk rövid periódusú fedési változók esetében nagyon jól megoldható vele az, hogy azonos időközönként lövünk egy-egy képet, és időbeni felbontásban tudjuk az egyenletességet biztosítani. Fényképezőgépről sokszor nem ejtenék, mert ez a következő előadásoknak a tárgya. Itt igazából minimális kritériumok kellenek ahhoz, hogy el tudjunk kezdeni fotometriai munkát végezni. Ilyen, hogy nyers RAW formátumú képeket biztosítson a készülék, valahogy ezt ki lehessen belőle nyerni. És fontos az automatikus korrekciók nélkül, mert sok típus esetében próbálnak sötét zajt szűrni automatikusan. Tehát van bennük néhány olyan az életünk megkönnyítésére szánt funkció, ami csillagászati felhasználásnál kifejezetten az életünket fogja akadályozni, innentán a munkánkat teszi lehetetlenné. Nagyon jó választás, nagyon bevált. Legtöbben a Canon EOS sorozatból használ a gépeket Magyarországon, de most már a Nikonnak is vannak olyan gépei, ahol megfelelő zajszinttel tudunk dolgozni. Tehát abszolút nem kell, hogy Canon gépünk legyen, akármennyire is elterjedt, és akármennyire is bevált ez a dolog. Manuálisan fókuszálható legyen, tehát hogy ezt a végtelent rendesen be tudjuk állítani rajta. Expozíciós időt szintén kézzel be kell tudunk állítani, mert ez nem egy nappal készült kép lesz, itt kifejezetten hosszú expozíciókra van szükség. Ezt triviális nem szeretném túlmagyarázni. Ami viszont nagyon fontos, a megfelelő dinamikai tartomány kezelése. Az, hogy az analóg-digitális konverzió legalább 12 bites legyen, tehát legyen elég árnyalatunk ahhoz, hogy a fényesség különbségeket ki tudjuk mérni. Ugye egy Canon 1000D-nél már ez a 12 bit garantált, tehát egy belépő szintű tüköraknás fényképezőgépnél ez a feltétel már megvalósul. Amilyen nagyon-nagyon nagy ajándék, és nagyon szeretem használni, ez az élőkép funkció, ez nem követelmény, ez így eszembe jutott, ez fókuszáláskor, kereséskor, tényleg kitűnő. Tehát, hogyha valaki, most már a mostanában kívül gépeknél gyakorlatilag mindegyiknek széria tartozik, különösebben nem kell keresni ezt a funkciót, ha használtan veszünk készüléket, megnézhetjük, tényleg jó, hogyha van. De egyes kamaroknál elég lassú az élőkép funkció. Főleg exponálásnál, például a 600D-nél, csak egy 600-asnál. Aha. Az valami lassú, de hogy miért? Mert felnyitja a tükröt és utána exponál, de aha. Szerintem feleslegesen kapkodja akkor a tükröt. Aha.
Vezérlővel próbáltad valamivel? Szoftveresen nagyon gyorsan dolgozik. Szoftveresen nagyon gyorsan. Tehát laptopban nagyon gyorsan dolgozik. Hát akkor ez valamilyen sajnos szoftver specifikus tulajdonság. Lehetséges. Ki tudja, hogy miért gondolták úgy, hogy az úgy jó lesz. A lényeg, hogy elkészítsük a megfelelő képeket, ugye a magáról az objektumról. Ehhez kell készítenünk minden esetben dark képeket. Nem mennék bele, mert a következő előadásnak pont ez lesz a tárgya. Ez ugye a sötét zajnak a levonására szolgál, bias képeket, ez a kiolvasási zajt lehet vele korrigálni. Flat képeket, ezt viszont kiemelném, mert a flat képek készítése, ez ugye a flat képek készítése azt a célt szolgálná, hogy minden olyan deformációt, aberrációt, ami azt, hogy egy egyenletesen megvilágított, egyenletes képünk legyen, csökkenti, ami lehet maga a távcső optikai rendszerének a felépítése, esetleg egy szűk, mondjuk okulár kihúzat, viszonylag kisebb méretű segédtükör, vagy bármi, ami csökkenti a megvilágítottságot, tehát a vinyettációra gondolok konkrétan, vagy porszemek az érzékelőn. Gyakorlatilag itt nem segítenek azok a praktikák, amiket az asztrofotosok használhatnak, ilyen hamis flat képeket és mindenféle Photoshop trükköket. Egyszerűen nincs rám ott, tönkretesszük vele a képet. Itt egyetlen lehetőségünk van, készítünk nagyon jó flat képeket. Ha nem készítünk nagyon jó flat képeket, mert erre tudom, hogy nem mindig van lehetőség, tehát gyakorlatban azt kell mondanom, hogy tudom, Kvi is többször panaszkodott, tehát én is így vagyok vele, nem mindig tudunk kimenni akkor, hogyha lightbox-a nincsen valakinek, amivel tud bármikor flat képet készíteni, mint amár összerakta, beállította a rendszert, akkor meg kell avval a gondolattal barátkoznia, hogy a mérési pontosság az kisebb lesz. Vagy pedig amit szoktunk csinálni, hogy egyszer csinálunk egy flatet, és akkor később évben azt használjuk. Igen, de ugye ezért ennek megvannak a korlátai, mert ugye azt kéne feltételezünk, hogy ugyanabban a pozícióban van a fénygépe. Igen, ez még mindig jó, nem szabad szétszedni. Nem szabad szétszedni, így van. Ez mondjuk van. A vinyetálás ellen megoldást nyújt, de mondjuk az optikán levő porszemek, meg egyébek azokat már nem küszöbölik. De azt küszöbölik. De azt küszöbölik. Mármint, hogyha nem ugyanabban a pontot csinálod a fletet. Tehát, hogyha egy konzerv fletet használsz, az a vinyertálás sem nagyon jó, ez nem változik attól, hogy most így áll az objektív, vagy ilyesmi. Így van. Kicsit félreértettük egymás terminológiával. Igen, így van, hogy Fidusz mondja. Én még a gépeknél, tehát hogy minden fényképezőgép alkalmas fotometriára egy fontos dolgot... Amelyek ezek a feltételeket teljesítik. Tehát, hogy ezen belül is. Ugye az asztrofotosoknál most nagyon elterjedt ez az átalakított gépek használata. Bocsánat, így van. És ez viszont tulajdonképpen a kataklizmus változó kivételével szinte minden esetben problémát okoz. Így van. Gyakorlatilag még az átalakítatlan is elég sok problémát okoz. Így van. Ugye azt történik, hogy... két év múlva előadások tárgyal. Igen, kiveszik bele ugye azt a szűrőt, amelyik blokkolja az infravörös tartományt, hidrogén alfát például. Most egy ilyen vázat, kimondottan asztrofotósoknak. Arra jó, de fotomáciára kifejezetten. Tudod, a felejtős, hát épp a sávhatárokat rontja még tovább. Bizony. Igen, tehát amivel nagyon jól tudunk készíteni. Itt van például egy eltérés a hagyományos asztrofotózás, akik tényleg azt szeretnék, hogy gyönyörű képek készítsenek, az esztétikum számít. Itt viszont mi mérni szeretnénk. Itt van egy olyan... Ronda és finom. Egy olyan elem, amiben különböznek egymástól. Magyarul az embernek legyen egy jó gépe, amelyikkel tud készíteni fotometriai célra, meg legyen egy olyan gépe, amelyikkel tud készíteni, vagy legyen CCD-t. Egyébként ezt így lehet, hogy majd később szóba kerül, de ugye a legtöbb, vagy nagyon sok olyan elem, amit itt a szakkörön fogunk beszélni, az úgy igaz a DSLR fotometriára, mint a CCD-knél. Nyilvánvalóan az érzékelőkből adódnak eltérések, de a legtöbb információ gyakorlatilag kis eltéréssel, vagy paralel metódusokkal használható. Számos kiegészítő elemet használ az ember, amikor kimegy fotózni.
egészen más, amikor a binoklit magunkhoz veszünk, kimegyünk és nagyon jó viszünk magunkkal egy füzetet maximum. Kidusznak az se kell, mert tudja nem tudom hány változót fejből, én azért viszek magammal. Itt ez nem, sajnos ez nem jó, a térképekre szükség van, vagy egy notebookra legalább, amiből elő tudja varázsolni az ember ezeket a térképeket. Ami legelőször eszébe fog jutni, tápellátás kell. Ugye a mechanika nem működik tápellátás nélkül, a fényképezőgép nem működik tápellátás nélkül, az autoguider nem működik tápellátás nélkül, hogyha a notebookot viszünk magunkkal, vagy számítógépet, az sem fog működni. Az, hogy ez akkumulátor legyen, vagy pedig tápegység hálózatról, ez adottságoktól függő, ebbe szintén attól függően, hogy ki hol használja a társadalmat, egy fix felállítású, kitelepülős, nem kitelepülős, de hogy szükség lesz ilyenre, az biztos. Kellenek megfelelő adapterek, melyekkel az optikához tudjuk a fényképezőgépet csatlakoztatni. Ezek az adapterek száma távcsőtől, optikai elrendezéstől függően ugye sok lehet. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy a lehető legkevesebbet használjuk belőle, mert hiba forrás. Tehát minél hosszabb, minél több elem van benne, annál több befogási pont, annál több rögzítési pont, minél hosszabb, annál nagyobbak ugye az erőkarok. Ha lehet, akkor minél kevesebb adapter csatlakozásával próbáljuk meg a fényképezőgépünket a távcsőhöz csatlakoztatni. Amiről már volt szó, nem mennék nagyon bele, párátlanításhoz harmadcsapka, objektív fűtés, hűtésszellőzés, ugye ez a tükröknél, meg a tubusnál a levegő hőmérsékletének, illetve a határfelületekről való lefújásra alkalmazzuk. Ez általában ugye be van építve magába a távcsőbe, ami nagyon fontos, és még egyszer elmondom, hogy szűrt levegőt küldjünk be, amikor erre csak lehetőség van. Fókuszálás, ezt mondjuk említettük párszor, hogy el tud mászni a fókusz. Itt van azért egy jó hírem, azért írtam például baktinol maszkkal, be lehet állítani egész jól a fotózást, ezt nem tudom mennyire ismeritek, biztos többen láttatok már ilyet. Ilyen nagyon sok helyen kivágott maszk, amik egy ilyen nagyon jellegzetes diffrakciós képet hoz létre, ami alapján, hogyha követjük ezt a képet, hogy hogy néz ki az érzékelőn, akár egy élőkép funkció, például itt nagyon jól jön az élőkép funkció, akkor egészen pontosan be lehet állítani a fókuszt. A jó hír az, hogyha nem sikerül teljesen pontosan, és egy asztrofotós már sírva fakad, hogy ez a kép használhatatlan lesz neki, ahhoz, hogy a napi apod fotót ő prezentálja, nekünk még akkor is elegendő lehet ahhoz, hogy kimérjük ezt a fotót. Tehát itt nekünk sokkal nagyobbak a tolerancia határaink tekintetben. Vezető távcső, kereső távcső, én azt gondolom, ez is szinte elengedhetetlen. Tehát kereső távcső pont azért, mert még egy GoTo rendszernél sem lehetünk biztosak abban, hogy oda talált, ahova talált. Fog kelleni. A vezetőtávcső pedig, hogyha nem a keresőt használjuk erre a célra, szintén ha valaki vezet, akkor önmagától érthető, hogy miért van rá szükség. Ami fontos, hogy ezeknek súlyuk van. Tehát amikor ezt a tubusra felerősítjük, akkor ezek terhelés jelentenek magának a tubusnak, és hogyha nem kellően vastag tubusunk van, akkor bizony tud torzítani elég szépeket. És ez nem csak a képen fog látszani, hanem adott esetben mondjuk, hogyha vezetünk vele, olyan korrekciókat fog végrehajtani a rendszerünk, hogy elmozdul egymáshoz képest a kettő, amelyek valóságban nem léteznek, csupán a mechanikai deformációnak a következményei. Kómakorrektorok és flattenerek, ugye egyikkel a tükrös távcsöveknek, a másiknak a lencsés távcsöveknek a képeit próbáljuk olyanra alakítani, hogy még a kép szélén is pontszerűek legyenek. Ezekre azt gondolom, hogy az igényes munkához szükség van, viszont a jó hír itt is az, hogy sokkal nagyobb toleranciánk van, mint egy esztétikai céllal készült képnél, mert senki nem fog sírra fakadni, hogyha mit tudom én, egy becsillanáson valahol a képen, vagy pedig nem lesz annyira pici az a csillag, mint amennyire picinek kell lenni annak a csillagnak, vagy egy nagyon-nagyon pici kóma marad a sarokba. Ez
abszolút nem befolyásolja a mi munkánkat. Tehát itt is sokkal nagyobb a tolerancia. A flatboxot ugye említettük az előbb a dark képek, vagy a flat képek elkészítésénél. Ez tényleg azoknak nagy segítségnek, nem fix távcsövük van. Esetleg csak akkor esnek ki az ég alá, amikor már besötétedett. Ezzel gyakorlatilag bármikor meg tudjuk csinálni ezeket a flat képeket, így szépen rátesszük a távcső elejére, többfajta megoldás van. Ezek egy egyenletes megvilágítást biztosítanak. Justírozó eszközök, hát én ezt mindig ott tartom magamnál, a kis táskámba, tehát hogy amikor kimegyek, és esetleg azt érzékelném, hogy nem jó a justír, nem pontosak az optikai elemek a beállítása, akkor ott én még az ég alatt megteszem a beállítást, csillagon nagyon szépen be lehet állítani, lézerrel szintén nagyon szépen be lehet állítani. Egyébként jellemző, hogy a általánosan elterjedt Newton rendszereknél, F4, F5-nél borzasztóan érzékenyek a justírozó. Nagyon-nagyon érzékenyek, a legkisebb hiba is rögtön látszik a képen. Egyre vigyázzunk, sötétbe justírozva ne ejtsünk bele semmit a távcsőbe. Ez nem ritkán előforduló eset. Világosban sem, de azt már inkább akarni kell. Vagy igazolás kell róla, hogy megfelelően képesek vagyunk, vagy képtelenek erre a dologra. Világítás. Ez Budapesten nem probléma. Ott van fény bőven. Egyébként, hogyha kitelepülünk, akkor vigyünk magunkkal mindenféleképpen olyan lámpát, amit tudunk használni, amikor kitelepülünk a szereléshez, meg vigyünk magunkkal olyan lámpát, amitől nem vakulunk meg, tehát egy szépen piros fénnyel világító eszközt, és vigyünk magunkkal elég elemet ezekhez, mert ki szoktak merülni a mocskok. Tehát így én mindig mindegyikből viszek, nagyon óvatos vagyok egy tartalék garnitúra akkumulátort. Térkép legyen nálunk, nagyon fontos, vagy notebook legyen nálunk, ahol mappákba rendezve, mindenféle jó szempontok szerint, rektaszenzió szerint például vannak térképeink rendszerezve, illetve jegyzetfüzet legyen nálunk. Nagyon sok minden tud történni egy éjszaka, amit érdemes fölírni. Múltkor például jött egy süni, ott matatott mellettem, és fölírtam. Egy pár ilyen gyakorlati tanács, ami vagy már rájöttetek magatok is, mert ahogy látom, azért itt ülök többsége gyakorló, vagy még nem, hát ha tudok vele segíteni, mindig megtervezett programmal induljunk az észlelésnek neki. Nincs annál rosszabb és bosszantóbb, amikor kint vagyunk az ég alatt, és azon gondolkodunk, úristen, mi jön még, mit lássunk most, mit fotózzunk le. Lefotóztuk mondjuk YZ szepet, és ott van, nem elég a fókuszunk, összelőg a két csillag. Tehát, jót mondtam? Azt hiszem, ő egy viszonylag szoros. Igen. Ugye? Tehát, hogyha mondjuk egy kisebb, rövidebb fókuszú távcsővel megyünk ki, tehát hogy tudjuk, hogy milyen programunk van, milyen eszközünk van, mit akarunk csinálni az éjszaka folyamán, soha ne úgy esünk ki az udvarra, vagy az utcára, vagy a helyre, vagy bárhova, hogy akkor fogjuk kitalálni. Expozíciók feljegyzése, ez nem tudom elmondani, hogy mennyire fontos, szintén rengeteg időt lehet vele megtakarítani, mert igen, nagyon jó asztrometriai programok vannak, pluginek, csodák vannak, viszont borzasztóan sok időt vesz el, hogyha nem írtuk föl, hogy melyik kép, melyik égterületről készült. Ja, hogy így, azt hittem, hogy expozíciós időt mondom. Mindig ugyanaz. Az ott lesz a fotón, igen, jó esetben ott lesz a fotón, de egyébként az se baj, mert hogyha készítesz dárkokat mindenféle tartományba, akkor igen. Tök jó, hogyha a füzetből tudod, és nem kell megnézegetni külön-külön egyesével, hogy melyik micsoda. De egyébként, ha elrontottuk, nem sikerült valamiatt, elcsúsztunk, bár tényleg van olyan jó asztrometriai csomagok, megkeresik, hogy hol járunk az égen, csak sok idő. Mindig készítsünk elegendő számú felvételt. Egy fotó az tényleg nem fotó, nem mérés, bármi történhet rajta, bármi, tényleg szó szerint bármi. Még az is elkezdett utólag nem fogjuk tudni, hogy mitől lett ott egy pont, ott egy-két pont. Becsillanás, tükröződés, bármi előfordulhat. Én azt szoktam mondani, hogy én általában elkészítek 10 darab képet egy-egy területről,
ebből gyakorlatilag már olyan hibával tudok dolgozni, hogy maga a képkészítés az hibát nem fog különösebben okozni. Beszéltünk róla a kalibrációs képeknek az elkészítésére, most nem mennék külső, vagy nagyon bele, tartalékakú vagy külső tápellátás szintén nem mennék bele. Ami egyébként fontos a tápellátás szempontjából, hogy nem nagyon lehet kapni olyan eszközöket, amivel jól szét tudjuk osztani a tápegységünkből kijövő 12 voltot. Ezt, bár vannak ilyen mindenféle powertankok és hasonló dolgok, de egy kis barkácsolással mindenki megoldhatja maga, nagyon egyszerűen lehet ilyet készíteni, sorcsatlakozóból szépen ezt meg lehet oldani. Egy távol kimenetet szétosztani több gép. Így van. Hát akár tényleg, hogyha például az én esetemben, ahol ugye a maximum autonómnál van egy szellőztető, ugye kell áram a mechanikának, kell áram az autoguidernek, meg világítok is. Ezeknek tök jó, hogyha így van külön, és nem kell 4 darab. Tehát nyilván a teljesítmény a tápegységnek, hogyha a tápegységről dolgozunk, az behatárolja, hogy hány fele osszuk, meg mire osszuk szét, de hogy ahogy láttam, eléggé szedetvedett felszerelések vannak, hogy ezt érdemes jól megcsinálni, mert tud bosszúságot okozni, ez is észkaként bogozni, hogy miért nem megy a fényképezőgépen, mondjuk ez pont nem jó példa, miért nem megy mondjuk a ventilátorom, múltkor meg elengedett egy forrasztás, azért nem ment, én meg azt gondoltam, hogy azért, mert nincsen tápellátás, de nagyon óvatos vagyok, mert azt szoktam mindig először üzembe helyezni, de van nagy problémát nem lehet okozni, még fordított polaritás esetén sem. Védjük le fordított polaritás ellen az eszközünket. Kitelepüléskor próbáljuk meg mindig ugyanazt a sémát követni, ez előbb-utóbb kialakul mindenkinél, hova tesszük a székünket, hova tesszük a térképeket, hova tesszük le a kupakokat, hova tesszük le az optikai eszközöket. Nagyon idegesű tud lenni, amikor éjszakezeket fölrugdossuk, belebotlunk az állványba, átbotlunk a kábelen, kihúzódik, kezdhetjük előre a kalibrálást, mechanika beállítását, ez egy horror, tehát ezt így ezt jobb megelőzni. Fontos a fényképezőgép órájának ellenőrzése észlelés előtt. Mindenkinek javasolnám, hogy útéban állítsa be, azzal nincsen baj, nem, nincs nyári időszámítás, nincs téli időszámítás, az úgy fog működni, viszont legyen pontos. Túl sokat beszélek. Igen, fényképezőgép beállítás még, hogy mindig be legyen állítva, hogy RAW képeket készítünk. Én sajnos jártam úgy, hogy másnál használtam előtte a fényképezőgépet, és sajnos nem jött ki belőle RAW kép, és úgy másnap nem voltam annyira boldog ettől, amikor észrevettem. Tényleg könnyű hibázni. A fényszennyezés megnehezíti, de nem teszi lehetetlenné a munkát. Ez fontos, tehát nyugodtan bárki innen Budapestől is, én például a 11. kerületből a Budaörsi úton mondjuk 6-700 méterre fölfelé dolgozgatok, gond nélkül tudok 16-17 magnitudos tartományban egy 20 centi körüli távcsővel méregetni. Ugye több lesz a zaj, hosszabb expozícióknál csúnyán berózsaszínesedik az egész felvétel, de mégsem teszi lehetetlenné. Próbáljunk rövidebb expozíciókat használni és azokból többet összeadni. Szintén majd később a képalkotás digitális fényképezésnél fog előjönni, csak említeném, hogy lineáris közeli tartományban dolgozunk, tehát ahol az érzékelőnk gyakorlatilag lineárisan dolgozik, tehát hogy ne kelljen mindenféle korrekcióval próbálkoznunk a látható és a valós fényesség, vagy az érzékelt fényesség és a valódi fényesség között. Próbáljunk meg ne a határmagnitudó közelében észlelni, ha erre van lehetőség, ott már a zaj nagyon nagy hibát tud okozni. Tehát ez főleg, amikor a szupernovákat próbál az ember fotózni, ott sajnos előfordul az, hogy ki kell mennie a szélére, a határok közelébe.
látni fogja az ember, hogyha rendesen számol hibákat, hogy ott azért ez már egyre jobban nő, minél inkább a határokat feszengetjük. Szűrőket semmiképpen nem használjunk, még akkor sem, hogyha fényszennyeződés van, vagy fényszennyezett területről, ez teljesen tönkreteszi a képet. Tehát, kivéve, hogyha fotometriai standard szűrőket használunk CCD kamerával. Ez egy fontos megszólítás, a CCD kamerával, mert hogy hiába használunk fotometriai szűrőket, tehát fölteszünk egy sima standard V-szűrőt, ha azután még ugye megszűrődik a mi zöld szűrőnkön, vörös szűrőnkön, meg kék szűrőnkön, hát abból nem fog jó dolog kijönni. Jó, és ami még fontos, fölírtam, párásodás folyamatosan ellenőrizzük, ne csak a távcsövünkön, hanem a vezetőeszközön is, mert az is tud gondot okozni. Ha bepárásodik a... Aha, igen. Az autoguider, így van. Nem a távegység. Vagy a tápegység is, így van. Én nagyjából ennyit szerettem volna most elmondani. Most köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.